Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a novemberi vlogban. Most november 4-e van, dél, múlt, és nem sokára elindulunk a filmklubra, ami a Városligetben lesz, és a You've Got Mail, vagyis a Szerelem hálójában című filmről lesz szó, és annyira klassz dolgokat tudtam meg a filmről, amíg készültem erre a maira, hogy fú, nagyon élvezem ezt a filmklubos dolgot, bár még egyik se történt meg úgy, hogy én ott voltam. De majd meglátjuk, hogy milyen lesz ma, és abszolút nyitott vagyok rá, vagy hát gondolkodom rajta, hogy ez egy ilyen rendszeres dolog legyen akár jövőre, akár így élőben, hogy találkozunk. Persze sokkal kisebb létszámmal tud ez működni, szerintem max. 15 emberrel. De hogy lehetne akár ez egy rendszeres dolog, vagy online megcsinálni, nem tudom. Szóval most így nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni. Hál' Istennek gyönyörű szép napsütéses időnk van. Tegnap kb. Egész nap esett az eső, úgyhogy eléggé aggódtam, hogy el kell halasztani. De most nagyon szép idő van. Fel kell öltözni, meg kicsit okosan kell majd a piknik részét megcsinálni a dolognak, mert hát nyilván vizes a fű. De remélhetőleg jól fog sikerülni, és ugye az az izgalmas, hogy halvány fogalmam sincs, hogy hányan fognak eljönni, mert hogy nem kértem visszajelzést, csak értesítettem mindenkit, aki ott volt az őszi fesztivál vasárnapi napján, úgyhogy meglátjuk, hogy sikerül. Szeretnénk majd egy picit vlogolni, persze, ha beleegyezik minden résztvevő, és aztán meglátjuk, hogy alakul ez a hónap. Lehet, hogy egy kis hónaptervezést is csinálok majd veletek így a videóban, hogy milyen olyan programok lesznek, amikről tudok majd vlogolni nektek, és remélem, hogy valami jó dolog fog kisülni belőle. Na jó, most megyek is, mert egyébként még van egy kis dolgunk, és hamarosan el kell indulni. Ott találkozunk! Silent music and shimmering gold, strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weakened knees. What on earth did you do to me? I'll let you Most lett vége a filmklubnak, és baromi jól sikerült. Igazából egy csomó mindenről beszélgettünk még utána, a más filmekről, meg karácsonyról, őszről, mindenféléről, úgyhogy fantasztikusan nagyon jó volt. Mindenképp szeretném, hogyha lenne még hasonló majd jövőre. Úgyhogy most még gyorsan eszünk valamit, illetve Dávid altatja Emmát valahol mögöttem. És aztán megyünk haza. És igazából ez a szombat, ez nagyjából ennyi volt, és ennyi lesz. Nagyon-nagyon-nagyon imádtam. I wonder where did you go, I have to know. A mirror image of my soul. I could see myself, but without the hopes. I pinch my arm, yes, to see if you could feel what I feel. We found each other right from the start. A conversation between our hearts. I wanted more, but it was hard to get through your shield. Was just so golden, and your eyes were also golden. All my dreams are now golden. I wonder where did you go? I have to know. Maybe I'm wrong, and it's only me. Vasárnap van, tegnap tartottuk Emma szülinapját, ami csodálatosan nagyon jó volt. Szűk családi körben tartottuk, de azért így is eléggé
Szóval nagyon, hogy is mondjam, sokan voltunk, és nagyon pörgős volt az egész, és nem tudom, úgyhogy mindenképp, meg egyébként is nem a napján tartottuk, ugye, hogy hétvégén legyen, és mindenki el tudjon jönni, úgyhogy majd a napján is ünnepelni fogunk, de fantasztikus volt, nagyon... Azt hiszem, hogy tényleg örökre fogunk rá emlékezni. Nagyon szerencsések vagyunk, és Emma is nagyon szerencsés, hogy ilyen nagyobb családja van, és ennyire szeretik. Nyilván nem vlogoltam erről, és az egész hét egyébként elég sűrű volt, finoman szólva is, mert Dávidnak is sok a munkája, most jött ki a kollekció, amivel nyilván mind a kettőnknek volt dolga, és van is még, és ezt munka mellett, meg Emma mellett, úgyhogy a héten nem nagyon volt segítségünk, ez elég érdekes és izgalmas volt, minden percet ki kellett használni. Én úgy készültem erre a szombati szülinapra, hogy minden nap egy kicsit valamit megcsináltam, amit egyébként alapvetően valószínűleg előző nap csináltam volna, meg tett takarítás, bevásárlás, rendrakás, dekorálás, mit tudom én, úgyhogy például a hónap képek, amiket csináltam minden hónapban, nem, már azok már csütörtökön felkerültek a falra, mert így tudtam megoldani, hogy tényleg minden beleférjen, és ne is stresszeljük túl az egészet, mert annyira klassz dolog szerintem ünnepelni, viszont az nem jó, hogyha ebből bármilyen formában stressz van, és ezt nem szeretném, és nagyon törekszem arra is. Egy picit bánom azt, hogy például tegnap nem nagyon sok kép készült, próbáltam egy kicsit videózni, de közben inkább arra próbáltam törekedni, hogy a pillanatban ott legyek, és azért legyen kép, amire majd vissza tudunk emlékezni, de tényleg sokkal fontosabb volt az, hogy itt legyek, és ezt tényleg megéljem ezt a dolgot, mert iszonyatosan sokat jelent nekem, mármint, hogy ez nyilván mindenkinek nagyon sokat jelent a gyermeke születésnapja. Egy első szülinap még különlegesebb, de tudjátok azt, hogy a mi történetünk az mi, és soha nem lesz számomra nem csoda Emma létezése. Úgyhogy nyilván minden ilyen mérföldkő is egészen meghat, és tegnap csak egyszer sírtam, valószínűleg azért is, mert nagyon pörgős volt az egész nap, de biztos vagyok benne, hogy a héten ezt még bőven be fogom pótolni. Most mindjárt távkapcsot veszünk egyébként Lillával, csak gondoltam, hogy megmutatok nektek néhány dolgot. Egy ajándéket akarom csak megmutatni Emmának, mert ez egy fantasztikusan jó dolog szerintem, és nem tudom, ha tudok ötletet adni vele esetleg nektek is. Ez egy Montessori hinta, szivárvány hintaként is árulják, de ugye ez nyers fa, úgyhogy ez, mármint, hogy ez nem színes, úgyhogy nem tudom, hogy ezt is szivárvány hintának hívják-e. Az a lényege, hogy ez egy többfunkciós darab, ez egy fából van, nyilván így lehet benne hintázni, és hogyha megfordítjuk, kicsit nehéz, így, akkor egy mászóka is, mert hogy ilyen a teteje, át lehet rajta mászni. Lehet hozzá egy csúszdát is csatlakoztatni, és mi ezt úgy vettük meg, hogy ez a fa lap, amit itt láttok, ez nem volt rajta, de láttam olyan verziót a hintából, csak ezt nem tudtuk megvenni, tehát nem lehetett olyat venni, amin rajta volt ez a falap, viszont ezt most Dávid rakta rá, és ez azért fantasztikus, mert így még több funkciója lesz. Például egy asztal is lesz belőle hirtelen, amit fog tudni használni, akár már most is használja egyébként, ilyen rakodós, pultos, nem is tudom micsodának, nyilván a képzelet szabhat csak határt annak, hogy ez egy fagyizó, vagy egy pad, vagy egy nem tudom micsoda, egy búvóhely. Úgyhogy fantasztikusan jó dolog, és tök jó, hogy egy kicsit Dávid is belerakta így a sajátját, a párnákat, azokat én csináltam bele, illetve ülőpárnából vettem hármat, és azokat rögzítettem, összevartam, és ezekkel a, tudjátok, az ülőpárnán vannak ilyen madzagok, ezekkel kötöttem rá, és tökéletesen jó volt méretben bele így ez a három darab párna. Úgyhogy szerintem baromi jó dolog, és lehet, hogy úgy tűnik, mintha tök sok helyet foglalna, de pontosan azért, mert ennyire multifunkciós, ezért szerintem egy nagyon-nagyon jó kis darab, mert hogy előbb-utóbb egy asztalt is vennénk neki, és már megvan az asztal is, amit nagyon sokáig tud használni, ha nem asztal lesz, akkor bármilyen tárolóhely, búvóhely, rakodó, nem tudom micsoda, és hát az, hogy fából van, az azt jelenti, hogy
tök jó minőség, nem fog elromlani, lehet nyúzni, és fantasztikusan jó. Úgyhogy nagyon szeretjük, arról nem is beszélve, hogy mivel ez egy fenyő lap, ezért annyira karácsonyi illat van itt, és mivel van már fent égősor, meg tegnap itt volt az egész család, mindenkinek olyan karácsony hangulata lett, és én azt hiszem, hogy ez talán minden évben így lesz egy kicsit, hogy valahol ebben már benne van ez a meghitt dolog. Én nagyon szeretném, hogyha mindig összegyűlnénk így családilag, hogy az én ezt még egyszer meg fogom mutatni, ezt is, amit csörök, hogy az én családom, meg Dávid családja tök jól kijönnek egymással, és nekem nagyon, nagyon fontos és tök jó lenne az, hogyha Emmának sok olyan élménye lenne, amikor az egész család ilyen definíciójában értve együtt van. Úgyhogy nagyon klassz volt, és néhány karácsonyi dolgot akartam mutatni. Lehet, hogy korainak tűnik, de egyrészt én novemberben szeretném megvenni az összes karácsonyi ajándékot, mert akkor decemberben már nem kell sietni, aggódni idejére, el kell még menni, mit tudom én. December egy nagyon rövid hónapnak szokott érződni szerintem, pont azért, mert az emberek azt érzik, hogy sok a dolog, és ugye 24-e még csak nem is a hónap vége, úgyhogy valahogy olyan gyorsan eljön, ezért nagyon idén is elmondom nektek, amit minden évvel, hogy érdemes előre időben elkezdeni ezekkel a feladatokkal foglalkozni, és akkor nem lesz belőlük stressz, rohanás, semmi ilyesmi. Úgyhogy ezért nem annyira korai még ezzel foglalkozni, a másik pedig az, hogy hazai alkotókat szeretnék nektek idén is ajánlani, bemutatni, amennyi tudok, amennyi kapacitásom lesz, és ezt is nyilván novemberben kell csinálnom, mert decemberben már késő lesz ehhez. De amiket most mutatok, azok nem hazai alkotóktól vannak, hanem az IKEA-ból és a H&M-ből. A H&M-ről csak annyit, hogy nagyon nagy örömmel láttam, hogy utoljára most rendeltem egy adagot onnan, egy pár dolgot, viszont utoljára májusban. És ez azért nagyon király, mert évelején egy kicsit sokat vásároltam ott. Nem érzem azt, hogy hülyeséget vásároltam, de hogy most sokkal jobban szeretek nyilván használtam vásárolni, akár Tudiban, akár a Vintiden, akár mit tudom én, de van, amikor ott is szoktam. És ez tök rendben van. Csak mondom, hogy jobb érzés, amikor nem egy fast fashion boltból vásárolok, de ezeket nagyon-nagyon szeretem, és nagyon örülök nekik, és úgy érzem, hogy minden, amit vettem, az egy ilyen hosszabb távú dolog, ez főleg a karácsonnyal kapcsolatban. Az egyik, ez a három Mikulás zokni, ami nyilvánvalóan ide fog kerülni majd a kandallóra. Még ki kell találnom, hogy tudom úgy rögzíteni, hogy ne legyen baja a kandallónak, de úgy döntöttünk, hogy az egyik tradíció az lesz, hogy ebben jön majd a Mikulás meglepetés nekünk minden évben, ez a jeges medvés lesz Emmáé, nyilvánvalóan. Nagyon jó minőség egyébként, úgyhogy nagyon elégedett vagyok. A zöld lesz Dávidé, ez ilyen bársony-szerű anyag, nem az egyébként, de nem is tudom, hogy hívják ezt. És vannak rajta ilyen kis pompomok, és ez a zöld, vagy zöld, tehát a zöld a Dávidé, ez a piros pedig az enyém. Szerintem nagyon-nagyon jól fog itt mutatni, dekorációnak is nyilván kint lehet egészen karácsonyig, Mikulástól, és úgy érzem, hogy ez az egyik tradíciónknak a kezdete, ami nekem nagyon-nagyon sokat jelent. Aztán, amit még a H&M-ben vettem, az egy polárral bélelt rénszarvasos harisnya Emmának. Ezt nem kell ezen sok mindent magyarázni, viszont nagyon-nagyon jó vastag. A rétegzés az nagyon fontos ilyenkor, és ezért ez egy abszolút kihasznált darab lesz, én ebben tuti biztos vagyok. Illetve most jön a cheesy rész, de nem érdekel, másik tradíció, vagy hát nem is tudom, hogy ezt annak lehet nevezni, mindegy. Dávidnak is nekem is van kockás pizsamánk, mind a kettőnknek a H&M-ből van, nem pont ugyanolyan, de nagyon hasonló, ez a flanell kétrészes, tudjátok, ink nadrág, és hát megláttam ezt. Úgyhogy muszáj volt megrendelnem ezt Emmának, és igen, mi ilyen egyforma karácsonyi pizsis család leszünk, úgy néz ki, legalábbis az ünnepek alatt, előtt mindenképp. És nagyon-nagyon jó kis pizsama ez. Nagyon szeretem, hogy ennek nem ilyen flanelles anyaga van, hanem rugalmas, mert ez a sokkal kényelmesebb így. Ez a fenyő alakú gyertya, és ezt azért ebből egyébként egy csomót tudtam volna venni, de azért annyira nem volt olcsó, úgyhogy egyet vettem most, főleg, hogy meg akartam nézni, hogy milyen a minősége, és egyébként nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó. Ezt nem fogom meggyújtani, ez dekoráció lesz így, ahogy van, mert az ablakba már elkezdtem
kirakni, vagy hát ott tárolom őket, jó? Mindenkinek mindig ezt mondom, hogy még nem karácsonyra dekoráltam, csak hol tároljam őket, mert az ablakban, ahol úgyis lesznek majd. Fehér kerámia házikok, amiben mécses lehet rakni, és a köré szeretnék majd még egy-két dolgot. Gondoltam kis fenyőkre, hogy egy ilyen városi jelenet legyen gyakorlatilag az ablakban, és fenyőre gondoltam, még akár igazi fenyőágakra majd, amit így közben befűzök így közéjük. Mondjuk az nem tudom, mennyire biztonságos, ha tényleg mécsest akarok használni, akkor annyira nem, de ha mondjuk égősort használok, akkor abszolút, úgyhogy ezt még ki fogom találni, de ez nagyon-nagyon tetszett nekem, ez a kis fenyő. Úgyhogy ennyi, amit onnan rendeltem, aztán amit még akartam mutatni, hogy vannak ezek a kis antik arany gyertyatartóim, amiket imádok, borzasztóan nagyon szeretem őket, ezt pár éve kaptam egy olyan vállalkozástól, ami most már nem létezik sajnos, ilyen virágos vállalkozás volt, ugyanúgy Fanny-é, Records of Fanny, most már úgy lesz, hogy minden videóban megemlítelek, sajnálom, lehet, hogy rajongó lettem, vagy nem is tudom, és tőle vettem ezt a szintén beleillő, de az eddigi nagyhoz képest is óriási még egy darabot, és nagyon-nagyon szeretem, és az a helyzet, hogy azt érzem, hogy az összeset akarom. Még nagyon sokat akarok ebből, úgyhogy majd nyitva tartom a szemem, és szép lassan gyűjtegetem őket. Nagyon imádom, hogy ezek, ugye ez rendesen fém, szóval tök nehéz, meg minden, és úgy érzem, hogy ez egy ilyen, nem fog kimenni soha divatból, hanem mindig tök jó lesz, és mindig különleges lesz. Úgyhogy ezekkel is biztos, hogy fogok dekorálni karácsonykor, meg úgy egész évben, hogy őszinte legyek. És akkor az IKEA-ban három dolgot vettünk, ami ilyen karácsonyi. Az egyik, azok ezek az aranyszínű almák, amik valójában gyertyák, illatgyertyák egyébként, és egészen jó illata van a gyertyáknak, ilyen kis, ilyen friss almás illata van. Viszont én magáért ezekért a kis almákért vettem, nem hiszem, hogy meg fogom gyújtani. Lehet, hogy megfogom, de hogy akkor is nyilván ezeket a tartókat megtartom majd, és nagyon, nagyon szép szóválasztás, Júlia. Úgyhogy ezekkel is dekorálni szeretnék. Az arany az nekem mindig egy ilyen időtlen klasszikus, a fehér meg az arany, csak ilyeneket mutattam eddig, meg az oknik, azok színesek mondjuk, úgyhogy igen. De a fehér meg az arany az, amiről úgy érzem, hogy soha nem fogom megbánni, soha nem fogom azt mondani, hogy ezt nincs kedvem kitenni, úgyhogy csak olyan dekorációt akarok már vásárolni, de ez pár éve így van, ami jó minőség, és úgy gondolom, hogy sok-sok évig fogom tudni és akarni használni, és ezek szerintem mind belepasszolnak ebbe, ahogy ez a koszorú is, amin rengeteg pici csengő van. Ezek is fémből vannak, amint halljátok. Most nem is akarom mozgatni és cseng, de megmutatom milyen, amikor kicsit. Szóval szerintem nagyon szép egyébként. Lehet, hogy valakinek ez már túl sok és csicsa, de nekem nagyon-nagyon tetszik, és ha csak így önmagában van valahova felakasztva, akkor szerintem egy nagyon jó dísz, és ez is nyilván hosszú távra szól, és hát nyilván Emmának nagyon tetszik, ahogy cseng, úgyhogy ezek miatt, a dolgok miatt választottam ezt, és abszolút nem bántam meg. És még egy dolog, amit most anyukáméktól kaptam, de meg akartam én is venni, mert nagyon tetszik. Ez egy olyan kis fűzér, ami aranyszínű, viszont közben égősor is. Nézzétek, mennyire szép. Én ezt leginkább asztaldíszként tudom elképzelni, tehát amikor az ünnepi asztal ott van, akkor rá lehet így tenni az asztal közepére, de abszolút máshogy is lehet használni, mert hogy ez ráadásul ilyen hajlítható drót, úgyhogy tök jól rá lehet tekerni valamire, és annyira jó, hogy még így tükröződik is ezen a fénylő arany kis levélkés fűzéren a nyilván a kis égők, amik rajta vannak, úgyhogy szerintem gyönyörű, szép, és lehet, hogy fogok még venni egyébként, mert ez abszolút nem volt drága, 2800 forint talán a family ára, most nem tudok rá megesküdni, de hogy valami nagyon hasonló. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. És most, ahogy mondtam, megyünk távkapcsot felvenni a Lillával, és aztán arra gondoltam, hogy egy kicsit még így novembert terveznék veletek, mert már majdnem csak a fele van hátra, ami egészen hihetetlen, de szeretnélek egy pár helyre elvinni benneteket, és gondoltam, egy kicsit megtervezhetjük együtt, hogy ne múljon úgy el a hónap, hogy nem történt semmi ilyen említésre méltó vlog
barát, mert a legnagyobb esemény az nyilván nem a szülinapja, de azt nem akartam blogolni. Úgyhogy megígérem, hogy lesz még más, amit viszont fogok, és titeket is elviszlek helyekre. Az helyzet, hogy mostanában a telefonomra írom a listákat, mert hát az úgy gyakrabban kéznél van. De az biztos, hogy a karácsonyi ajándék ötleteimet, azokat le fogom írni rendesen papírra, mert már annak is van egy nagyon jó hangulata szerintem, ahogy az ember így készül. Van itt egy előzetes linkeket dobáltam be ide, ötletek, jegyzetem, de szeretném egy kicsit ünnepélyesebben megtervezni ezt, viszont a néhány novemberi program. Jövő héten lesz egy PR esemény, amire szeretnék elmenni, mert tök különleges az apropója is, az HBO-n van egy Julia című sorozat, ami ugye Julia Child-ról szól. Szerintem meséltem már valamilyen videóban erről nektek, és az új évad kapcsán lesz egy esemény, ahol főzni fogunk valamit, úgyhogy nagyon jól hangzik, kíváncsi vagyok rá. Aztán meghívtak egy kerekasztal beszélgetésre, ami november 25-én lesz a Connect Live eseményén, és ezt nagyon várom, nagyon izgatott vagyok rá, mert izgatott vagyok miatta, mert pályaválasztó fiatalok hoz szól elsősorban, és ráadásul Eszterrel, Kovács Eszterrel, a Method the Moon alapítójával fogunk beszélgetni, ami szerintem tökre izgi lesz. Utána lesz ugye Friendsgiving, amit vasárnap tartunk, november 26-án, remélhetőleg, majd ezzel kapcsolatban mi kell egyeztetni. Aztán kaptam szülinapomra egy ilyen ajándékutalványt, egy ilyen spa dolgot, amire megpróbálok időpontot foglalni, nem tudom, hogy mennyire lesz bonyolult, de az tök jó lenne, ha beleférne ebben a hónapban. Illetve, igen, a karácsonyi ajándékokat szeretném beszerezni mindenképp, Eszterrel találkozni, meg néhány másik barátnőmmel is, akiket már nagyon-nagyon rég láttam. Az a helyzet, hogy nagyrészt online tartjuk a kapcsolatot nyilván, de tök fontos lenne a személyes találkozókra is több hangsúlyt fektetni, mert szerintem nagyon fontos ez egy barátságban. Illetve kaptunk a Rámenkába ajándékutalványt, amikor ott voltunk az újra megnyitón, úgyhogy oda nagyon szeretnénk elmenni Dáviddal, ezt már egy ideje tervezzük, de még nem jött össze. Családilag mennénk, mert Emma is nagyon jól érezte ott magát. Igaz, Baba? Úgyhogy ez tök jó lenne, hogyha még beleférne. Amúgy meg hétköznapi ősszel, karácsonnyal kapcsolatos hangolódás dolgok, sütni szeretnék mindenfélét, meg itthon nem is tudom, pakolászni, rendszerezni. Vannak ugye videós ötleteim is, a Skipintről az folyamatosan megy. A távkapcs is, a Párnacsattának az utolsó epizódját pedig jövő héten vesszük fel. És ezen kívül, igen, videós dolgok vannak. Mit keresel, babám? Mit keresel? Édes kincsem. Ja, meg nagyon szeretnék elmenni moziba. Most nem tudom, hogy mikor jön a Meg Ryannek az új filmje, ami valószínűleg nagyon rossz lesz, de nekem akkor is meg kell néznem, mert hogy már régen jönnie kellett volna, de ugye elhalasztották azt is. Úgyhogy ezt néha csekkolom, hogy mi a helyzet. Jaj, nem is tudom, fogalmam sincs, mi a címe. De ha az jönne, akkor arra nagyon szívesen elmennék, mert utoljára az Oppenheimeren voltam is. És nagyon vágyom egy mozizásra. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Na jó, most megyek családi életet élni. Épp a Julia eseményre tartok, alig másfél óra késésre. De így is örülök, hogy ott tudok lenni valamennyit. Talán a főzésre még pont odaérek.
most értem haza, nagyon jó kis esemény volt, bár magáról a beszélgetésről lemaradtam, de az a lényeg, hogy érkezik az új évada a Julia című sorozatnak az HBO Max-ra, és mellette megjelent, most először magyarul, remélem jól mondom, Julia Child-nak a szakácskönyve, amiben ugye a francia konyha alapjai vannak benne, elég vaskos kis szakácskönyv, úgyhogy nagyon sok okosság van benne, és mellette megkaptuk ajándékba ezt a Terítéken a lélek, önismeret az ételeken keresztül Cecz Fruzsina könyvet, gasztropszichológia testnek és léleknek. Erről nem sok mindent tudok sajnos, de biztos, hogy át fogom lapozni. És azt akartam még elmesélni, mert mutattam a Keletinél, megtaláltam, és ez már a sokadik hely, ahol kerestem, az Ünnep című újságot, ami a Nők lapja konyhának egy ilyen, vagy hát a Nők lapjának egy ilyen kiadása. Rengeteg recept van benne a karácsonyi időszakra, és ahogy Eszteréknél, úgy nálunk is hagyomány az, hogy minden évben a Nők lapja adventet megvesszük anyukámmal, meg a nővéremmel, és ez meg egy másik újság, ami nagyon-nagyon klassz ilyenkor, és mi szeretünk ebből inspirálódni karácsonyi receptek, meg sütik kapcsán, úgyhogy lehet, hogy most is fogok belőle valamit. És amúgy nagyon klassz dolgok vannak benne. A levesek, például ez a sziklakrémleves sült almával, ami nagyon jól hangzik. Ez a másik, amit most kinéztem, az édesburgonya krémleves, pirított kalács kockákkal és fűszeres dióval. Nagyon-nagyon jól hangzik. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis nap volt eddig. És tök jó, egy csomó egyébként húsmentes recept is van benne. Úgyhogy ajánlom nektek is, hogyha szeretitek az ilyesmit. Jó reggelt! Ma november 17-e van, és úgy döntöttem, hogy ezt a vlogot ketté vágom, vagyis, hogy befejezem most a héten, és akkor meg tudom vágni és feltölteni nektek, és lesz majd egy másik vlog november második feléről. Ezzel egy kicsit gyakorolni is szeretnék arra egyébként, hogy decemberben tudjak esetleg heti vlogokat csinálni, mert nagyon-nagyon klassz lenne. Ez az a videóformátum, amit még így is a legjobban kivitelezni tudok, és tudom, hogy ti is várjátok mindig, és örültök neki. Úgyhogy meglátjuk. Ma vesszük fel a Párnacsatának a 100., vagyis az utolsó közös epizódját, ami sokféle érzelmet hoz fel nyilván, de nagyon jó lesz szerintem, és utána pedig lógni fogunk, hogy kivel csak úgy lógunk. Úgyhogy itthon nálunk. Tegnap a Rámenkában voltunk, ott is ünnepeltük Emma szülinapját, ez egy ilyen több fázisos dolog volt, és nagyon jól éreztük magunkat, nagyon szeretünk ott enni, meg nagyon jó fej a csapat, úgyhogy szívből ajánlom nektek is, hogy próbáljátok ki, hogyha még nem tettétek. Amit akartam mutatni, most a Natural Skin-nel van egy együttműködésem, nem, ebben a videóban nem, mármint, hogy ezt most csak így meg akarom nektek mutatni. Instagramon tegnap csináltam meg hozzá a videókat. Ha itt vagytok egy ide, akkor tudjátok, hogy csak kizárólag Natural Skin-en elérhető márkák sminkjeit használom most már évek óta, és teljesen oda meg vissza vagyok értük. Nagyon jó minőségű sminkek ezek, nagyon jó összetevőkkel, és abszolút a márkák is olyanok, amik fenntarthatóságra törekszenek, és egy csomó szempontból nagyon szerethetőek. És egy jó ideje már a Mádarának használom az alapozóját, meg a korrektorát, amit baromira szeretek. Egyébként nem sminkelek minden nap, soha nem voltam még ennyire oké azzal, hogy smink nélkül legyek, bárhol gyakorlatilag. De nagyon szeretek sminkelni még mindig, és nyilván most egy kicsit olyan különlegesebb alkalomnak tűnik az, amikor sminkelek, de ma is sminkeltem, mert gondoltam, hogy vlogolni fogunk, meg most éppen van rá lehetőségem, mert Emma még alszik.
Szóval, hogy a Madeleine-nek ezt a Skin Equal alapozóját használom, meg a korrektorát is baromira szeretem, nem tudom, hányszor vásároltam már újra. Szempill a spirálom is most mádara, ez a Deep Matter, ezt is használtam már korábban, de nem az ezelőtti, az egy másik volt. Aztán van ez az RMS, vagy RMS Beauty, aminek most használom a krémes bronzosítóját. Én imádom a krémes sminkeket, mert multifunkciósak, újjal lehet felvinni őket, az nekem mindig a leggyorsabb, hogy nem kell ecseteket használni, meg mit tudom én, hanem újjal szépen feltapogatom. Az egyetlen eszköz, amit mindig használok, az a szivacsom, amivel az alapozót, meg a korrektort viszem fel. Egyébként szeretek így a kezemben nyilván alapos kézmosás után sminkelni, meg ezek nagyon multifunkciósak, tehát simán a szememre is felszoktam vinni ide a sarokba, meg ugye bronzosítani. Ma nincs rajtam, de ez az, ami már egy kicsit ilyen plusz dolog, amit nem mindig használok, de egyébként nagyon-nagyon szeretem. Aztán az abszolút nyertes szemhéj festék, ami most is van a szememben, az az RMS Beauty-nak, ez az Eyelights nevű krémes szemhéj festéke. Olyan mennyiség van ebben, gyerekek, nagyon-nagyon keveset kell használni. Picinek tűnik ez a cucc, de annyira keveset kell használni belőle, hogy szerintem nagyon-nagyon sokáig elég lesz. Tovább, mint hogy lejárna a szavatossága, sajnos. Nagyon jól építhető, gyönyörű szép színe van, és tartós is, úgyhogy abszolút imádom, és nagyon szép színekben lehet kapni. Aztán most egy RMS Beauty-s pudert is használok. El kell kezdenem pudert használni, régebben én nem használtam, mert úgy éreztem, hogy inkább száraz a bőröm, de vannak olyan púderek, amik száraz bőrrel is nagyon jól működnek együtt, úgyhogy ez például egy olyan, illetve az előzőm az egy Ilia púder volt, azt is nagyon-nagyon szerettem. Aztán, ami újdonság, az egy... Ja igen, nyilván ezt a részét a videónak is reklámként fogom megjelölni, de ez csak azért van, mert hogy egyébként együttműködöm velük. Ez a szegmens abszolút nem szponzorált ilyen szempontból. Az Iliának ez a szemöldök ceruzája, amit nagyon szeretek. Ezelőtt a Madeleine-t használtam, és az is egy olyan tégelybe van, ami soha el nem fogyó. És nagyon szerettem egyébként. Hát a felét talán elhasználtam, de... Most már megvan egy pár éve, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire lehet még jó a szavatossága. Persze ezt is tudom még használni, de hogy ez egy sokkal könnyebben használható cucc, mert ez az egyik felén van egy kis fésű, a róló, és a másik fele pedig a ceruza. Tök jó színe van a taupe az én árnyalatom, és nagyon-nagyon szeretem. Az ajkamra pedig háromféle dolgot használok, mert nem állandóan háromfélét, hanem vagy Madeleine Glossy Venom ajak, mi ez? Szájfényt. Ez is az. Ezt a színt szeretem a legjobban, ami most is a számon van. Ez a 73-as árnyalat. Vagy az Iliának vannak ezek a picike, ezek is ilyen ajakápolók, valami gloss. Tinted Lip Oil ez a neve. És az Only You, ez az árnyalat, ez egy picit rózsaszínebb, mint ami a számom van, és a harmadik, ami csodálatos dolog, az Iliának van egy új színezett ajakápolója, most nincs itt, de idehozom, mert meg kell mutatnom. Az Iliának ez az ajakápolója a Runaway árnyalatban, ami így néz ki a dobozban, vagy mi ez a tartóban, és ilyen árnyalata van, tényleg ajakápoló, és nagyon szép színe van. Mindjárt meg is mutatom, hogy néz ki. Nagyon-nagyon-nagyon kényelmes viselet, és egy picit sötétebb, mint egy nude ajak, de közben mégis semmi. Semmi nagyon sok, úgyhogy nagyon szeretem. Gondoltam, megmutatom ezeket nektek. Úgyis karácsony jön. Hát, ha valaki szeretne ilyesmit kívánni karácsonyra, én szerintem a kozmetikumok, sminkek azok mindig jó ajándékok lehetnek, amennyiben megfelelően vannak kiválasztva, szóval nem csak egy random bemegyek és leveszem a polcról, hanem valami olyan, amit tényleg szeretne valaki, vagy mondjuk magának nem venné meg, mert olyan árkategóriája van, vagy nem is tudom. Úgyhogy én ezeket szívből őszintén nagyon tudom ajánlani, nem véletlenül dolgozom együtt évek óta velük, és abszolút tényleg csak ezeket a sminkeket használom.
Ja, úgyhogy ezt gondoltam, hogy megosztom veletek. Hozzáöltöztünk az eseményhez, és nem beszéltük meg egyébként. Tomiki. Nem, de szerintem teljesen természetesen. Meg se kellett beszélnünk, hogy a pána csatás pucsi legyen rajtunk. Már nagyon őszintén nekem elég melegám van, úgyhogy lehet, hogy kell vennem. De csak mert izgulunk, nem? Igen. Szóval azt találta ki Viki, az övé az érdem, hogy a körvonalnak az új, ugye ez új? Nem tudom. Nem tudom. Szponzorált Instagram hirdetésből láttam egyébként. Aha. De ez itt nem az. Viki megvette a saját pénzén a Hogy vagyok nevű kártyapakit, és itt a szemem láttára szedte ki a fóliából, úgyhogy nem nézte előre, hogy milyen kérdések vannak, és ebből fogunk szemezgetni az utolsó közös párna csatában. Úgyhogy most elkezdjük a felvételt. És ja, ti meg majd hallgathatjátok. Lehet, hogy ugyanakkor, amikor a videót is nézitek. Let's hope. Úgyhogy mi Vikivel jó felnőttek módjára forrócsokizunk, és a Selling Sunset című klasszikust nézzük. Én ezt nem tudom ajánlani. Nézzétek a Love is Blindot, meg az Ultimátumot, meg ezeket, de ez... Elvileg jónak kell lennie, mert hogy ugye lakásokat mutatnak benne, ilyen felháborítóan drága lakásokat, de még nem tudjuk, hogy mennyire szól tényleg a lakásokról, és inkább arról, hogy mindenféle kavarás van a háttérben nyilván. Igen, csak hogy a szintet értsétek, panaszkodtak, hogy az egyik lakásból csak egyik irányból van panoráma, és ők a másikba is szeretnének, mire mondta a csaj, hogy hát akkor 3-4 millióval feljebb kéne még menni dollárban. Igen. Meg nem tetszett a padló az egyik csajnak, és mondta, hogy egy 10 milliós házat veszel, ki tudod cserélni a padlót, ha akarod, nem? És szóval csodálatos. Pont erre van szükséges. És én most el is köszönök gyorsan, mert ki kell mennünk a boltba, elfogyott a kávé itthon, ami nagyon nem vicces, hogyha reggel nincs itthon kávé, úgyhogy elköszönök, és remélhetőleg holnap meg tudom vágni ezt a vlogot, és akkor nézhetitek is már vasárnap vagy hétfőn. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hamarosan találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!